A brit parlament nagy többséggel elfogadta a munkáspárt ívet, Cooper által benyújtott módosító javaslatot arról, hogy a képviselők március 14-én szavazhassanak a Brexit halasztásáról. Erre akkor kerülhet sor, ha a képviselők a március 12-i voksoláson elutasítják Theresa May jelenleg még módosítás alatt álló megállapodás javaslatát, majd másnap a megállapodás nélküli kilépéssel megy át a parlamenten. A 2016-os népszavazás értelmében az Egyesült Királyságnak március 29-ig el kell hagynia az Európai Uniót. A megállapodás nélküli kilépés viszont jelentős károkat okozna a brit gazdaságnak. Ezért egyre több ellenzéki politikus követel egy második népszavazást a káosz megelőzésére. Az uniós vezetők hajlanak a Brexit rövid idejű halasztására.